Szeptember 1-én a két iskola diákjai már az új épületben kezdték meg az iskolaévet. A zeneiskolának, amely a Nyegos utcából költözött át, jelenleg 1138 diákja van. Proširićemo programe na od beba, od mama i tata sa bebama, preko predškolskog, osnovnoškolskog koje je deo institucionalnog sistema, srednjoškolskog koje je također deo institucionalnog sistema i naravno pravit ćemo programe za seniore, za naše penzionere. A balettiskola korábban a Zsidó utcában működött. Jelenleg 329 diák jár az alap és középfokú osztályok karainak valamelyikébe. Ovo je kompletno obnovljena škola, odnosno sa novim instrumentima, sa novim učeničkim pomagalima, sa audiovizualnom opremom. Znači, mi smo se uselili ne samo u nove zidove, dobili smo apsolutno sve ono što današnja moderna škola treba da ima. Az új iskola felépítésének és felszerelésének költségeit Újvidék önkormányzata fedezte 3,5 milliárd dinár értékben. Cilj ove škole je da nama, ovi najtalentovaniji klinci, generalno naša deca, ostanu ovde, u Novom Sadu, u Srbiji, da nam ne putuju, da nam ne odlaze u Grac, Zagreb, Ljubljanu, Bukureš, Budimpeštu, bilo gde, da uče, nego da imaju najbolje moguće uslove u svom gradu i u svojoj državi. A két iskola mellett az intézményhez hozzátartozik az első városi koncertterem is.